Jól halad az ipartestület székházának felújítása, óvatosan a jégen, közmeghallgatás lesz a jövő héten, véradókat köszöntöttek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 24-én 18 óra 5 perckor. Látványos részéhez érkezett a több mint 100 éves karcagi ipartestület székházának a felújítása. Korábbi híradásainkban már beszámoltunk róla, hogy az összefogásnak köszönhetően az iparosok emeleti része és a földszinti magántulajdonban lévő rész egyszerre szépül meg. A Kása József építőmester tervezte és építette épület 1903-ban készült el. A karcagi ipartestület székházát most az iparosok újítják fel. Aki most az épület előtt elsétál, az már láthatja is, hogyan újul meg a homlokzati rész, ugyanis az állványzat felső része lekerült a munkaterületről. Most már, ahogy látni lehet, az állvány egy része lekerült a felső szintről, az most már úgy néz ki, bár még a kupoláról hiányzik a díszítés, ami az egy ilyen jellegzetes dolog volt, és annélkül egy kicsit befejezetlennek is néz ki, úgyhogy azt még pótolja a kivitelező. Egyébként a felső szinten az ablakok ki vannak cserélve, nyilván kívül van rendben, belül még éppen ma jönnek felmérni, hogy hogyan tegyük rendbe, és hogy javítsuk ki a ablakcsere után a falakat, mindent. Az ablakok is bekerültek a helyükre, de a legnagyobb kihívást mégis a műemlék jellegű ajtók elkészítése jelentette. Az ajtó elkészült, ahhoz ragaszkodott az önkormányzat is, hogy olyan legyen, amilyen volt, tehát az egy rettentő nagy munka volt, hogy egy ugyanolyan díszes ajtót elkészíteni, úgyhogy most már napokon belül az ajtó, a bejárati ajtó is a helyére kerül. A felújítás után igen érdekes, hogy a korabeli divatszint nem hagyták meg az épületnél. Egy kicsit modernebbet gondoltak, ezért lett ez a mostani sötét zöld. Szürke volt, hát nyilván akkor még a divatszín is inkább az egyszerű színek voltak, most egy kicsit vidámabb lesz, de nagyon reméljük, hogy ez így a város színfoltjába beleillik, és hangulatosabb. Az átadást tavaszra szervezik ünnepséggel egybekötve. Mindenképp megünnepeljük természetesen, mert azért ez egy óriási dolog, hogy egy ilyen tulajdonostársat kaptunk, akivel ennyire együtt lehet dolgozni, nélküle nem ment volna. A felújítás ezzel nem ér véget. Figyelik a további pályázati lehetőségeket, még közel 50 millió forintra lenne szükség. Most kezdik el, mondom, belülről is már fent, hát ehhez azért még nagyon nagy anyagi támogatásra van szükségünk valahonnan, mert ezt önerőből már nem tudjuk megvalósítani, mert azért ott kell kezdeni, hogy azért vízvezeték, villanyvezeték, tehát ezeket célszerű teljes cserét végrehajtani. Milyen vastag jégrétegre lehet rámenni biztonságosan? Mit kell tenni, ha beszakad a jég alattunk? Ennek járt utána stábunk. A hideg időjárás miatt egyre több vízterület fagy be hazánkban. A szabad vizek befagyott területe gyermekre és felnőttre egyaránt vonzerőt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. Ezek felülete jelenleg még nem elég szilárd ahhoz, hogy bárkit is elbírjanak. A jégbeszakadásoknak gyakran súlyos kimenetelük is lehet. Az emberek felelőtlen viselkedésének és a jég tulajdonságának nem megfelelő ismerete miatt. A hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás nagymértékben megváltoztatja a jégtakaró tulajdonságait. Ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat. Fontos tudni, a szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog. A fagyásban lévő jég a következőben terhelhető. Körülbelül amelyik 8 cm vastagságú jég az egy felnőttnek felel meg. Kb. 12 cm vastagságú jégre egy csoport is rámehet. A 18 cm vastagságú jég szánkókat és fakutyákat is elbír. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság a délelőtti órákban végzett mérése alapján a holt tisza jégvastagsága körülbelül 3,5-4 cm, sportolásra egyáltalán nem alkalmas. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai minden nap ellenőrzik a jégvastagságot. Ez jelenleg 3,5-4 cm-es jégvastagság, tehát sportolásra teljes mértékben alkalmatlan. A biztonságos jégvastagság az 10-12 cm-es, illetve akkor szabad rámenni, ha nem olvad, illetve nem mozog. Elsősorban mindenféleképpen ajánljuk, hogy
hogy csoportosan menjenek, tehát a téli sportokat csoportosan űzzék, hogyha beszakadnának, akkor a többi személy tud segíteni annak a személynek, aki beszakadt. Elsősorban kerülje a felesleges mozdulatokat, nyilván segítséget kérjen, és akik segítenek neki, azok pedig próbálják a testtömegüket eloszlatni a jegen, tehát egy szóval feküdjenek rá a jégre, és akkor úgy próbálják különböző nyújtott eszközökkel segíteni a bajba jutottat. A biztonságosnak ítélt jégre is tilos rámenni éjszaka korlátozott látási viszonyok között járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén, valamint a folyókon, rianás esetén a Balatonon. A szabad vizek jegére nem csak a sportolásra, csúszkálásra vágyók mennek, hanem azok is, akik a horgászat, illetve a szellőztetés céljából vágnak léket. A lékvágása esetén jégmentessé vált terület legalább 50 méter távolságból felismerhető módon meg kell jelölni. Egy négyzetmétert meghaladó területű léket nem elég megjelölni, az egy méter magasságban legalább 10 cm széles, piros-fehér csíkozású korláttal körül kell határolni. Néhány jó tanács. Soha ne menjenek egyedül a jégre. Ne álljanak szorosan egymás mellé nagy csoportokban, és lehetőleg folyamatosan mozogjanak, ne egy helyben ácsorogjanak. A jégen tartózkodás során gyanús ropogás, recsegés esetén azonnal feküdjenek hasra, hogy a jég minél nagyobb területen legyen leterhelve, és próbáljanak meg a legközelebbi biztos pontot, partot, stéget hasoncsúszva elérni. Beszakadás esetén kerülje a felesleges mozdulatokat, hogy a ruházatban keletkezett szigetelő légréteg ne tudjon kijönni. Igyekezzen a jég szélében megkapaszkodni, és lábbal a legközelebbi biztos pont felé lökni magát, közben segítséget kérni. Partot érés után azonnal menjen meleg helyre. Szárítkozzon meg, és igyon forró meleg italt, de kerülje a kávé és az alkohol fogyasztását. A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy 2020. január 30-án csütörtökön 15 órai kezdettel a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza első számú tanácskozó termében. Karcag, Kossuth tér egy szám alatt. A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy 2020. január 30-án csütörtökön 15 órai kezdettel a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza egyes számú tanácskozó termében. Karcag, Kossuth tér egy szám alatt. A képviselőtestület az ülésen a Karcag Városi Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet közmeghallgatással egybekötve tárgyalja, ahol az állampolgárok és a szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket, javaslatot tehetnek. A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várnak, tájékoztat a televíziónkat Dobos László karcagváros polgármestere. Karcagi többszörös víradókat köszöntött a Magyar Vöröskereszt Karcag területi szervezete pénteken. Orvos Anetta Csilla szakmai vezető megköszönte a véradóknak, az önkéntes véradás szervezőknek és a véradóbarát munkahelyeknek azt, hogy évközben segítették, hogy ma többszörös véradókat köszönthessenek. Biztosan a véradó szervezőinknek köszönhető, tehát itt Kolostyák Néplejesovszki Zsuzsanna és Banna Sándor tanár uraknak, hogy olyan nagy számmal tudják a gyerekeket erre ösztönözni, jutalmazni olykor, és mi is igyekszünk a Magyar Vöröskereszt részéről ballagások alkalmával külön köszönteni a ballagó véradó gyerekeket is. A Magyar Vöröskereszt Jászlóskun-Szolnok megyei igazgatóságának külön megállapodása van az Országos Rendőrfőkapitánysággal, és én úgy tudom, hogy például a rendőrségi kereteken belül ott plusz egy szabad napot kapnak a véradók, hogyha eljönnek, és a katasztrófa védelmi kirendeltségen is szokták ezt díjazni, tehát ott is szoktak kapni egy szabad napot a megjelent tűzoltók. Az is elhangzott, hogy a vérellátás Magyarországon még mindig nem lehet másképpen megoldani, csak úgy, az egyik ember a másik embernek segítő kezet nyújt. Ezt idén is sokan megtették. Nagyon-nagyon sokszor ezt megfigyeltük már, hogy családokból, tehát van úgy, hogy nem egyedüli emberként jön, hanem a családoknál ugye egy példamutatás kialakulásával magával hozza a gyereket, házastársat. Nagyon sok ilyen családunk van Karcagon, akik így szoktak jönni vért adni, hogy sokszor egyszerre
az egész család. Évről évre csökken a véradóknak a száma. Ez egyrészt nyilván abból is adódik, hogy talán elvándorolnak az emberek, és tehát a fiatalok ugye a kezdeti aktivitás után esetlegesen ugye más iskolába kerülnek, főiskolára, és mondjuk már nem Karcagon kamatoztatják azt a véradó számot, amit ugye azelőtt ugye itt produkáltak. És esetlegesen, tehát más munkahely, tehát ugye munkahelyi véradásokat is szokott szervezni a Magyar Vöröskereszt, és ugye lehet, hogy egy Karcagon élő állampolgár esetlegesen egy másik településen a munkahelyén adja le a vért. Juhász Éva, a Vöröskereszt megyei igazgatója köszöntőjében megemlékezett a véradók napjáról is. Én nagyon szeretek nagyon sok elismerő oklevelet aláírni, mert az azt jelenti, hogy sok olyan véradó van, aki rendszeres, többszörös véradó évek, évtizedek óta a véradók családjába, véradók táborához tartozik. Ma például 135-szörös véradó az, aki a legmagasabb számú véradásért kapja az elismerést. Ugye van egy mondás, hogy szoktunk úgy számolni, hogy adj vért és ments meg három életet, hiszen ugye három alkotó elemét hasznosítják a vérnek, tehát hogyha ezt számoljuk, akkor aki már 130-szor adott vért, az legalább 390 ember életét megmentette. Vannak olyan kis falvak, ahol nincsen ennyi lakos, tehát mondhatjuk, hogy egy-egy kis település élete köszönhető ennek a véradásnak. De nagyon szívesen írom alá a 10-szeres véradásért szóló okleveleket is, mert ez pedig azt bizonyítja, hogy mindig vannak új véradók, mindig vannak fiatalok, és ezt nagyon kérjük, hogy a fiatalabb korosztályból is minél többeket toborozzanak, hozzanak a következő véradásra még egy véradót, hogy sok dolgom legyen a oklevelek átadásával. Köszönöm még egyszer én is az önök áldozatkészségét, köszönöm az önkéntesek segítő munkáját, és természetesen a támogatóknak azt a nagy lelkű segítséget, amivel módunk van egy jelképes formában ajándékkal is megköszönni az önök segítőkészségét. Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselő, a Kátai Gábor kórház főigazgatója a városvezetés nevében is köszöntötte a véradókat. Karcagváros önkormányzata az előző évekhez hasonlóan az idei évben is szeretné köszönteni önöket, titeket, ha megengeditek a tegeződést, mint önkéntes véradókat, hiszen a véradók köszöntésére évente egy-egy nap van kijelölve ünnepként, ugye ez a november 27-e, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden egyes alkalommal, legalábbis mi, mint a Kátai Gábor Kórház, és az összes beteg, aki ennek hasznát veszi, ennek az önkéntes, tényleg hálás feladatnak, amit ti ellátok és önmagatoktól, mindenfajta erőszak mentesen biztosítjátok saját véreteket a betegellátáshoz. Ezt mi, a kórház dolgozói, és nyilván az ezt igénybe vevő betegek, nagyon szépen köszönjük. Szeretném átadni mindenkinek a köszönetét, nektek, és nyilván a Vöröskeresztnek, a szervezésben résztvevőknek, hiszen enélkül nem tud megvalósulni. Ezt követően a karcagi születésű Donkó Imre, aki maga is 40-szeres véradó és felesége Anna Mária, a debreceni Csokonai Színház művészei énekükkel fergeteges hangulatot varázsoltak a vendégeknek. Majd a Vöröskereszt karcagi kis önkéntes diákjai szavalata következett. A véradók elismerése után az önkéntes segítők munkáját is itt köszönték meg. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!